First of all, I have to congratulate Earth because of the game today, because of the season, and mainly because of the first 20-25 minutes. I think. Szeretnék gratulálni az Earth csapatának az egész szezonban nyújtott teljesítményért és az első fél időben az egész mérkőzését, és különlegesen az első fél időben nyújtott első 20-25 percért. I think we tried to struggle against a team who were playing really confident, full of power. Olyan ellenfél ellen próbáltuk játszani, aki nagyon magabiztos volt a mérkőzés kezdetén, és teljes erővel tudott játszani. Who are really strong in defense and also with too many options in attack. Akiknek nagyon keményen védekeztek a mérkőzésen, és nagyon sok támadási lehetőségük volt, és ki is használták ezeket. And just in the last minute of the first half we find the solution for that. Ezzel ellen csak az utolsó percekben találjuk az első félidőben. And we can control the game from our 5-1 defense. És az 5-1-es védekezésük után tudtuk csak kontrollálni a mérkőzést. And in the second half was more or less like the last 5 minutes of the first half, where we found a way in this defense and we felt more confident. A második fél idő gyakorlatilag úgy telt, mint az első fél idő utolsó 5 perce, amikor megtaláltuk a megoldást az 5-1-es védekezésben, és magabiztosan tudtunk játszani. And we also play more collective, and then was the difference in the score. A másik fél időben sokkal inkább csapatként tudtunk játszani, és ez adta meg ezt a különbséget. We knew how difficult was here for us was a very important game today match before the final four. Tudtuk, hogy milyen nehéz itt Érden játszani, és számunkra ez egy nagyon fontos mérkőzés volt a final four megelőzően. We speak only just about Érd. Csak during the last weeks, az elmúlt héten csak az Érdre készültünk, és az Érdről beszéltünk. And we prepared just only this game. És csak erre a mérkőzésre készültünk. And we are happy because we got it. És örülünk, hogy ezt sikerült megnyernünk. Én is szeretnék gratulálni az Érdnek, hiszen tényleg nagyon fontos mérkőzés volt ez számunkra, és úgy gondolom, hogy megszorongattak minket, leginkább az első fél időben. Viszont nagyon örülök annak, hogy a védekezésünk és a kapus teljesítményünk is feljavult a második fél időre. Sajnos az első fél időben egy kicsit pontatlanok voltunk, de úgy gondolom, hogy a második fél időben kijavítottuk ezeket a hibákat. Azon kell kezdeni, hogy gratulálok a Györgynek, és természetesen mivel nagyon sok sikert kívánunk nekik a Final Four-ban. Reméljük, hogy végső győzelmet is meg tudják szerezni. Ezzel mindjárt egy kicsit értékelem is a mérkőzést, hiszen tudtuk, hogy ma nagyon nehéz dolgunk lesz, de mindent, mi is nagyon készültünk arra, hogy megnehezítsük a Györgynek a dolgát. Sőt, mint szoros mérkőzésben reménykedtünk. Azt hiszem, amennyi időnk volt közösen a héten, ugye ez szerdától, és nagyon készültünk. Azt hiszem, ennek a munkának az eredménye meglátszott az első fél időben. Kicsit számomra, tehát érthetetlen számomra, hogy az első fél idő utolsó 5 percében mitől vesztettük el ugye a fonalat, hiszen 3 góllal is vezettünk, és ezt az előny nagyon gyorsan leadtuk. Hogy ennek a fáradtság vagy a figyelmetlenség az oka, azt majd az elemzés alapján az kiderül. A második fél időben én ezt nem vagyok elégedett a csapatunkkal, gondolom ők sem magukkal, hát nem tudtuk valódi ellenállást kifejteni. Ez leginkább a védekezésünkön látszott, hiszen szerintem az első negyed órában nem faltoltunk egyáltalán, tehát nulla kontakttal játszottunk. Hát úgy ma már nem lehet kézilabdázni, és sajnos elől az a kevés helyzetünk, ami volt, tehát azokat is kihagytuk. Hát ma ennyire futottak, próbálunk építkezni abból, ami pozitív. És itt most már azért nagyon közeleg a szezon vége, és egy nagyon fontos meccsünk van szerdán. Aztán utána van egy hét, ahol viszont, tehát ott ma egy nagyon jó, egy fantasztikus ellenfél ellen igazán jól szerettük volna kézilabdázni, próbálni a lehető legtöbbet kihozni a meccsből.
A következő négy mérkőzésen viszont megint az életünkért küzdünk majd. Még egyszer sok sikert a Győrnek. Először is én is természetesen gratulálok a Győrnek a nagy arányú győzelemhez. Azt gondolom, hogy az első fél időben tényleg úgy játszottunk, ahogy tudunk, ahogy a csapat tud. Jó volt a védekezés, és gyors gólokból azt gondolom, hogy eredményesek tudtunk lenni. Viszont a második fél időben, ahogy Edina is mondta, a védekezésünk az nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ahogy készültünk. És ezáltal ugye nem voltak lerohanásaink, a támadásban pedig az 5-1 elleni védekezésre sajnos nem tudtunk mit kezdeni, pontatlanok voltunk. Eladtunk nagyon sok labdát, így a Győr ellen, tehát ugye így nem lehet játszani, így ellenünk nincs esélyünk. De tényleg az első félidőben azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, és nagyon sok sikert kívánok a Győrnek a jövő hétvégén a Final Four-nak.